Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai kerekasztal beszélgetésünkön, amelyet június 4-e kapcsán, Trianon évfordulóján tartunk meg itt Esztergomban. Ugye a nézők kedvéért érdemes elmondani, hogy ezelőtt tartottunk egy megemlékezést Lábatlanon, ez Esztergomtól nem messze van, a kettő településben az a közös, hogy mind a kettő a Gúny határon fekszik tulajdonképpen, és a Duna túloldala már Szlovákia, vagy legalábbis Szlovákiának nevezett államalakulat. Csapjunk is a közepébe, az lesz a metódus, hogy én leszek úgy félig, meddig a beszélgetés levezetője, de ugyanúgy bekapcsolódom én is, és én is elmondom a saját véleményemet az adott témákat illetően. Szerintem kezdjünk onnan azért, hogy maga ez a trianoni kérdéskör mit jelent ma, nagy vonalakban kezdjük építeni így fel a beszélgetést, és akkor majd belemehetünk a pontosabb részletekbe, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy a mai magyar társadalomnak szerintetek mit jelent Trianon, ha jelent egyáltalán valamit? Tehát számomra orientatív volt így 14-15 évesen, amikor elkezdtem közélettel foglalkozni, amikor szembesültem ennek a tartalmával, tehát hogy fiatalként, vagy tiniként, ez nagyon komoly igazság érzetet szült bennem, illetve szembesülni ennek az igazságtalanságával. Tehát engem a közélet felé ez orientált, ez a kérdéskör. Szerintem nagyon sokakat, akár itt a nemzeti oldalon. Szerintem nem is nagyon lehet más is, de utat elképzelni, jelen. Tehát ezzel én is így voltam. Igen, és viszont ez megdöbbentő, hogy a mai fiatalokat meg nem érdekli. Nyilván még az én időmben is azért ez olyan volt, hogy megosztó volt, tehát nem mindenkit érdekel, de azt láttam, hogy azért a többség foglalkozott jobban ezzel a kérdéssel, mint most. És szerintem inkább úgy kellene ezt a kérdést föltenni, vagy megfogalmazni magunk számára, hogy mit tudunk kezdeni egy olyan társadalommal, aminek jelentős része, szerencsére nyilván nem mindenki, de jelentős része közönyös ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Tehát, hogy volt egy ilyen igazságtalan békediktátum, és történt, ami történt, és hogy jelenleg is milyen aktualitásai vannak, mert ugye vannak aktualitásai. Tehát, hogy mit kezdünk azzal a társadalommal, aki milyen triatlon, és akkor vicceskedik, meg odaírja, hogy nyugodjatok bele, Erdély mindig Szlovákia marad. Tehát ezzel a réteggel foglalkozunk, ne foglalkozunk, én valahogy így ragadtam meg inkább ezt a kérdést, mert azt látjuk, hogy azért van, akit foglalkoztat, valakit nem. Tehát, hogy ezzel foglalkozunk-e mi, hogy a társadalom jelentős részében van egyfajta közöny. Én annyit hozzáfűznék még, bocsánat, mielőtt átadom a szót, hogy érdekes, hogy említetted, hogy korábban te azt tapasztaltad tinédzser korodban, hogy azért vannak, akiket foglalkoztat Trianon a fiatalok körében, és ma úgy látod, hogy ez döntően nincs meg. Ezt így én nem tudom megállapítani, hogy így van-e. Az viszont biztos, hogy így van, hogy 2010 óta itt egy névleg jobboldali kormány van, és azt is tudjuk azért, hogy a legfiatalabb generációnak a hozzáállása az mindig olyan, hogy szeret lázadni a fennálló kormány, vagy a fennálló rend, vagy úgy a fennálló trendek, vagy bármi ellen. És mivel itt egy jobboldalinak nevezett kormányról van szó, amelyik beemelte a trianoni kérdést a politikájába, az emlékezet politikájába, és ugye ebbe bele lehetne menni, hogy milyen módon nyúlt hozzá, ugye nemzeti összetartozás napja, meg úgy általában a Fidesz, amikor hozzányúl ilyen nemzeti identitást meghatározó kérdésekhez, hát nem tudok rá jobb szót mondani, sokszor elképesztően gagyi. Tehát, hogy ez a fajta szemlélet, vagy stílus inkább, ez sajnos a kevésbé öntudatos fiatalokat löki a liberális oldalra. Lehet, hogy ez is az oka annak, hogy azonosítják a Fidesz kormányzattal a Trianonról való gondolkodást is. Biztos, hogy így van. De hogy látod? Igen, szintén hasonlóan gondolkodom, még annak ellenére is, hogy most a fiatalok körében a legnépszerűbb párt lett ugye a Mi Hazánk. Ennek ellenére a politikai, vagy az apolitikusság egyébként az nagyon megvan a fiatalokban, és hogyha nincsen meg a fiatalokban, akkor leginkább ugye a budapesti liberális, igazából LMBTQ, meg ilyen használhatatlan témák azok, amik inkább foglalkoztatják őket, és az, ami felé orientálódnak, hiszen rendre ezt az impulzust kapják egyébként a social médiától elkezdve,
a nem tudom, néha még rossz esetben egyébként a tanáraitól is, hogy merjünk kicsik lenni, és álljon ki a, nem tudom, szexuális irányultságuk mellett, jelentse ez bármit is az ő részükről, és ne a Trianonnal foglalkozzunk, hanem nézzünk a jövőbe, legyen ez a, nem tudom, ez a metaverzum, meg hasonlók, felejtsük el a trianoni gondolkodás, vagy felejtsük el ezt az emlékezetpolitikát, mert hogy most már itt van az Európai Unió, és akkor bármikor át lehet menni egyik határ, vagy át lehet menni a határokon. És ez az, ami szerintem hatalmas probléma, hogy sikerült, hogy azt a részét, aki politikával és közélettel szeretne foglalkozni, az sikerült olyan mértékben átlökni, ahogy említetted is, erre a másik oldalra, hogy akkor álljunk ki a kisebbségek mellett, meg a 33-as törvény, meg stb., hogy igazából egymást is hergelve, meg saját magukat is hergelve, meg a tanárok, sok esetben sajnos a tanárok által is kvázi hergelve ebbe az irányba orientálódnak, és most már nem az a menő nálunk sajnos, hogy akkor beszélgessünk a Nagy Magyarországról, beszélgessünk arról, hogy van egy nemzeti büszkeségünk, hogy vannak nemzeti hőseink, hogy amúgy tényleg egy büszke nemzet lehetnénk, hanem merjünk kicsik lenni, majmoljuk az Egyesült Államokat, majmoljuk a nem tudom, a Nyugatot, és kövessük azt a trendet, ami onnan érkezik. Én erről azt gondolom egyébként, hogy a rendszerváltás óta eltelt időszakban azért olyan nagy különbséget a tekintetben nem lehet tenni, hogy lettek volna kiemelkedő és nem kiemelkedő szakaszok, hogy ez az amerikai tömegkultúra, ez teljes mértékben áthatotta nem csak a legfiatalabb generációt, hanem a teljes magyar társadalmat. Tehát ez mint egy ilyen sötét árny rajtunk van a mai napig is, és ennek nagyon-nagyon sok káros következménye van. Most kicsit beszéljünk szerintem így a mi köreinkről, a nemzeti oldalon belüli hozzáállásokról Trianonhoz. Most én is, hogyha fölidézem, 15-16 évesen, amikor először találkoztam ezzel a kérdéskörrel, akkor milyen érzelmeket váltott ki belőlem. Viszont egy idő után én kifejezetten ellene lettem annak a fajta megemlékezésnek, amit itt a beszédemben is mondtam, hogy már bocsánat, ilyen érfelvágós módon keseregjünk, és csak sírassuk magunkat. Mondom, nem azért, mert ne értem. Pedig sírva vigadom, hogyha. Igen, de én azt is elismerem, hogy ez a magyar népléleknek része, csak szerintem ezt meg kellene tanulni valamilyen szinten kordába tartani, mert nem jó. Az is a magyar népléleknek a része, hogy egy magyar, két párt, tehát, de ettől ez még nem jó, tehát azért ne essünk át a ló túloldalára, hogy ugye itt mi, mint magyarok tökéletesek lennénk, hát erről szó nincs, hát mi ismerik legjobban a hibáinkat. Tehát, hogy ez a fajta szemlélet szerintetek mennyire van még meg Trianon kapcsán, hogy kifejezetten öncélúan sajnáltatjuk magunkat, ami viszont oda vezet, hogy akarva, akaratlanul azt a képet sugalljuk magunkról, hogy mi igazából ebben már beletörődtünk. Ezen nem lehet változtatni, viszont egy-egy ilyen alkalom kifejezetten jó arra, hogy magunkat sajnáljuk. Onnan ragadnám, hogy szintén akkor 15 évesen akkor elkezdtem foglalkozni a közélettel, előadásokra jártam, beszélgetésekre, és elsőre konstatáltam, hogy nem értem, hogy ez az oldal, a szélső jobb oldal, miért nem vette át még a hatalmat. Tehát annyi kiváló előadó van, egymást érték akkor pláne Budapesten is az előadások, teltház, stb. De hamar rá kellett jönnöm, hogy sok esetben egyfajta lózunkpuffogtatás megy, illetve partikularitásokba való beleveszés. Most mondok egy egyszerű példát. Nyilván nagyon fontos rovás írás, mert meg tudni rovással írni, de amikor a 28. előadás erről szól, ez nyilván fontos, de egy kis szelete az egésznek, és nem nyújt egyébként semmire választ a jelenkorunkra. Tehát, hogy nincs sok minden aktualizálva. És Trianon kapcsán is ezt érzem, rovom fel egyébként magunknak is, olyan értelemben, hogy többet kéne nekünk is azzal foglalkozni, hogy mi a megoldás, és komplexebben látni. Tehát nem elég skandálni, hogy mindent vissza, meg nem soha, meg elmondani igen, hogy 1920-ban mekkora tragédia történt, felvázolni, hogy akkor hány magyar rekett a határainkon túl. Ez kevés. Tehát szerintem itt az lenne az előremutató, hogyha
nyilván ez nagy politikában is így kéne, hogy működjön, tehát a kormányzat részéről is, de akár a mi részünkről is, és azért nagyon előremutató ez a beszélgetés, mert hogy akkor konkrétan megmondanánk, hogy milyen fajta stratégia mentén tudnánk elképzelni ennek a revízióját most. Tehát a 2020-as években, meg akár 10-15 éves távlatban. Tehát, hogy kevés kimondani, hogy mi volt, meg kesergünk valóban, hanem itt fel kéne vázolni akkor egy cselekvési tervet, nemzetstratégiailag. Tehát az nem nemzetstratégia Fidesz részéről, se vagy barackfavirág, meg egyébként az is kevés, hogy nem soha. Én arra gondoltam itt, hogy nincsenek aktualizálva a kérdések. Tehát, hogy aktuálisan hol tudjuk megragadni a problémát. És annyit én mindenképpen hozzá szeretnék fűzni, hogy itt nehogy bárkiben az a fajta vélekedés alakuljon ki, hogy mi itt magunkat, vagy én magamat hibátlanak tartanám, aki tudja konkrétan a megoldást, mert ha tudnám, akkor már nem itt ülnék. Tehát itt ez egy közös gondolkodásra kell, hogy indítson minket, mert azt láttuk az elmúlt 2-3 évben, hogy a nemzeti oldal hová jutott, de itt volna annak eredmények is. Tehát azért az már egy konszenzus, hogy Trianonra lehet emlékezni. Tehát nem viszel a rendőr, nem vegzálnak minket. Hát én most jöttem a Bakonyból, 3 településen is átmenet többen volt, mármint amit csak így elmentem és nem vettem észre, de 3 településen észrevettem, hogy közben Trianon megemlékező zajlik. Tehát ezt, hogyha a nemzeti radikális oldal nem kezdi el, akkor a Fideszt ez nem érdekelte volna. Abszolút. Tehát ez azért a mi táborunknak a sikere, ezeket is jegyezni kell, hogy valamiben tudunk sikereket elérni, de ilyen kezd már egyre inkább lenni a becsület napja is például, és számos más ilyen identitásunkat meghatározó esemény, de át is adnám a szót. Így van, hát én is az elmúlt 30 évet láttam egyébként hát elég nagy problémának, hiszen tényleg az olyan komoly állami megemlékezések és ünnepek, mint mondjuk a március 15-e, az október 23, az október 6-a, ezeknek általában mindig ilyen tragédiába torkolott története van. Ellenben, amikor lehetne egyébként nagyon sok nemzeti büszkeségünket megalapozó esemény, mint mondjuk a pozsonyi csata, vagy éppen augusztus 30-a, a második bécsi döntés, ezeket mind tehetnénk ugyanúgy állami ünnep, és akkor ezzel kvázi elindítani egy olyan folyamatot, hogy akkor igen, lehetnek olyan napjaink, amikor büszkék lehetünk, és akkor nem, ahogy említetted, eretvágva kvázi siratni, hanem nemzeti büszkeséget, és ezekből a dátumokból, ezekből az eseményekből, ezekből a lehetőségekből szemezgetni, és ez alapján elindítani egy ilyen nemzeti pozitív gondolkodást, és ez pedig ugye, ahogy visszatérek arra, hogy akkor az oktatásba beépíteni, hogy akkor mondjuk azt, hogy tanítsuk meg a gyerekeknek, hogy akkor a pozsonyi csata az igenis egy olyan dolog, amire lehet büszkének lenni. Augusztus 30-át akkor mondjuk azt, hogy akkor tényleg mi történt akkor, és akár február 11-ét is akkor ide vehetjük majd, hogy akkor állami ünnepé tesszük azt, hogy a hős bárvédőink miket cselekedtek, és akkor egy hős kultuszt kiépíteni a következő generációk, a fiatalság, de még talán a mostani generációk számára is. Hát itt az a probléma, vagy az is probléma, hogy mi is megkapjuk, hogy miért nem foglalkozunk, nem tudom, kiknek a bérével, miért nem foglalkozunk ezzel, és olyan közéleti kérdéseket vetnek fel, amikor egyébként lehet, hogy foglalkozunk, csak ő nem vette észre. De az a lényeg ezekből a hozzászólásokból és felvetésekből, hogy a társadalom jelentős része azt tartja problémának, ami konkrétan a pénztárcáját érinti, a fizetését és valami egzisztenciális kérdés. Tehát, hogy az, hogy államban gondolkozzunk, közösségben gondolkozzunk, vagy egy magasabb identitásban, az sajnos kiveszett. Mondjuk történetesen én ezekkel foglalkozom heti szinten a Mi Hazánk munkaügyi kabinetjével, de ez csak egy zárójeles. De kell ezzel foglalkozom, azt illetve mondom. Bocsánat egyébként, hogy ne vicceljük el. Tehát nálam ez egy olyan kérdés, hogy ennek is megvan egy eszmei alapja. Tehát itt nem csak arról szól, hogy ki mennyit keres, hanem ugye van egyfajta modellünk, egy organikus társadalom, ahol a munkahivatás, stb., de ez már egy teljesen más beszélgetés témája. Azért nem, mert nem mindegy, ugye meghatározza, hogy hogyan állunk a nemzeti sors kérdésekhez. Szerintem azért nem feltétlenül tér el. Tehát, hogyha megvan egy tradicionális identitásoknak a halmaza, akkor mindennek megvan a helye. Akár a rovásírásnak, akár a munkaügynek,
És ebből nem lehet kiragadni egyiket se, és azt felvetni. Most mondok egy példát, azzal is találkozunk, sajnos sok esetben, most ez mondjuk tényleg egy picit elkanyarodik, de muszáj lesz idehozni, hogy valaki mondjuk elkezd vallással foglalkozni, elmegy tradicionális katolikus irányba, nem is csak katolikus, hanem mondjuk trident rítussal elkezd foglalkozni, és számára csak ez a törésvonal, mondjuk. Valaki elkezd foglalkozni európaisággal, és akkor csak oda tuszakolja be minden kérdést, hogy akkor most kultúráknak a találkozása, valóság mindegyik, valós probléma, de ezeket rendezzük hierarchiába, illetve egységbe próbáljuk megrendezni, és ezáltal levonni a következtetést. Tehát ugye van vallási, kulturális, nemzeti, nemi identitásunk, emberi, meg egyébként valóban van olyan osztályidentitásunk is, hogy ami most nem egy komplista lózunk, de hogy mégis, hogy mivel foglalkozok, mi a hivatásom. Igen, hívjuk tehát, hivatási igen, identitás, tehát, az a baj egyébként, hogy ezt teljesen ez kiveszed. Tehát ezeket én egy csípbe látom, vagy egy csípbe szeretném látni, csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy az a probléma, hogyha kiragadnak egyet, azt túlnagyítják, és számon kérik, hogy miért nem csak azzal foglalkozunk, és mondjuk a egyéb identitásokkal, meg az egyéb kérdéseket ezáltal teljesen negligálják, tehát azt mondják, hogy akkor ez nem érvényes. Ugye ismert, biztos te is találkoztál már ilyenféle kommenttel, hogyha valamilyen témát felvállaltok, vagy megszólalsz, akkor jön a hozzászólás, hogy ez most a legfontosabb? Senki nem állította egyébként. Persze. De ugye persze. Neki ez nem fontos, és el se tudja képzelni, hogy egyfajta rendszerben gondolkozzon. Most egy kicsit rázósabb téma fele vezetném a beszélgetést, és nagyon jó is, hogy ezt a hierarchikus gondolkodásmódot felhoztad. Én a beszédemben megemlítettem, hogy a magyar és az európai identitás egymást feltételezi, tehát nem lehetünk csak magyarok úgy, hogy az európaiságunkat megtagadnánk, de nem lehetünk európaiak úgy, hogy nem fontos a magyarság. Látunk erre példákat, ugye a globalista, balliberális oldal rendkívül sokszor hivatkozik Európára. De mi az az Európa? Tehát az idézőjeles emberi jogok, a humanizmus Európája, amelyben nincs helye nemzeti identitásnak, tehát egy tartalom nélküli valami. Viszont van ennek a koordinátorrendszernek egy másik szélső pontja is azért szerintem, tehát találkoztam én már az elmúlt évtizedekben olyan emberekkel, akik azt mondták nekem, hogy őket nem érdekli az, hogy a történelmi Magyarország határain kívül mi történik. Meg a Európa többi része úgy is megérdemli, az felőlem, nem én ezt csak idézem, váljon nyugodtan LMBTQ propaganda áldozatával, legyen iszlám, az mindegy. Tehát azért így sem lehet gondolkodni, ez szerintem a másik szélső pont, és akkor itt a Duo Gládi egyik száma a kezemben, és ugye a te írásod a címlapon, a nacionalizmuson túlmutató tradicionalitás hozhat csak békét a Kárpát-medencébe. Megkísérleltem én is egyfajta gondolatkísérletként egy beszédben, ugye, amit a megemlékezésen elhangzott, felvázolni vagy felvetni annak a lehetőségét, hogy, és ez nehéz kérdés, és ez egy rendkívül törékeny szintézis, már amennyiben lehetséges ez minden környező népnél, de azért csak beszéljünk róla, hogy hogyan kellene akkor nekünk viszonyulni a trianoni utódállamok egyéneihez, népeihez, szervezeteihez? Elég-e annyi, hogy nekünk sérelmünk van, mert elvették tőlünk a területeket, és ennyi? Vagy esetleg valamiféle közös értékek mentén szóba lehet-e állni velük? Szerintem nem csak értékek mentén, nyilván értékek mentén is. Azért ez a címe a említett írásomnak. Egyébként egy egész lapszámot szenteltünk ennek, aki a beszélgetés után kíváncsira, akkor itt megvásárolhatja 640 forintért, meg egyéb lapszámokat is. De a legfontosabb az lenne, hogy megértessük a környező népekkel is, hogy ez nekik se volt hajda jó. Tehát az, hogy egy birodalmi státuszból ugyan kaptak egy saját országot, de ez az ország egy annyira mindegyik ország, Szlovákia, tehát hogy... De sajnos a jelenlegi igen. Magyarország is. De igen, de hogy a jelenlegi Magyarország is egy súlytalan országgá vált. Tehát ez a kérdés, illetve ennek a felvetése már eleve egy közös sorstragédiát vetít előre, vagy bizonyítja, hogy senki sem járt jól. Magyarország aztán
Még egyébként az alkotmányát is ugye elveszíti itt a végére, tehát 45-ben de facto, tehát ténylegesen is ugye a szovjet megszállás, 46-ban ugye jogilag is de jure kimondják, hogy vége a királyságnak, amit ugye nem állítanak helyre. Tehát azt lehetne mondani, ami jogilag teljesen igaz, hogy Magyarország is csak egy trianoni utódállam egyébként, mert a jelenlegi formájában. Tehát ezzel senki se járt jól, nem beszélve a környező országokról is, mondom, mert lehet, hogy kaptak plusz területet, de a birodalmiság megszűnt, illetve súlytalanná váltak, és őket is közben úgy megszállta javarészt ugye a szovjet hadsereg, és azóta se lett helyreállítva azok a identitás tényezők, amik által visszatérhetnének a gyökereikhez. Tehát ez egy, azt lehet mondani, hogy a közös múlt minket ellentétes pólusba kapcsolna látszólag össze, mert számukra pozitivitás jelent Trianon, látszólag, mert lehet, hogy valamelyik ország gyarapodott, meg létrejött, meg úgy tudom én, de igazából ez mindenkinek sorstragédia. Tehát ezt kellene egyrészt szerintem kommunikálni feléjük és megértetni. Másrészt az, hogy a közös, hogy egy közös országba tartoznánk újra, akkor az nekünk is lehet igényünk, mert akkor az nem úgy néznek ki, ugye ezt mondtam a beszédemben is, hogy akkor most aki nem magyar, az deportálnánk. Tehát nyilván ez nem így néznek ki, mert sokan ezt vetik a szemünkre, hogy jó, de akkor most mit csinálunk a többivel, akkor mi megszállnánk őket, azt akkor jön a meszes gödör. Körülbelül ilyen felvetéseket tesznek, hogy mi biztos ezt akarjuk, hát nyilván nem ezt akarjuk. De akkor mit akarunk? Tehát, hogy itt egy olyan államszövetség létrehozásának lenne realitása, ami egy közép-kelet-európai középhatalmat feltételez. Nyilván itt akkor megjelennek olyan egyéb szereplők, ugye nem Kárpát-medence szintű ország, ugye Lengyelország, akivel egy szövetségesi viszonnyal már leuralnánk ezt az egész térséget. Ugye a V4-ek ez ebben az irányban mutatott, hogy hagyják, hogy tartalom nélkül, meg elég halovány volt, meg ugye már be akarták hozni Izraelt is így a végére. És a V4-ek, hogy most kisiklott, ugye kisiklott itt nagyjából a orosz-ukrán háborúra, mert különböző országok máshol álltak, pontosabban csak mi lógtunk ki a sorból, szerintem jó irányba, azt mutatja, hogy tényleg megszűntek. Tényleg, tehát paradox módon azt mutatja, hogy ennek van létjogosultsága, és tényleg. Pontosan azért, mert például az amerikai befolyás szerzésekkel szembe tudnak állítani minket. Igen. Tehát pont egy egységes irányvonal hiányzik. Volna és... Igen, ezeket a vitákat belső körben mi le tudnánk zongorázni, de így, hogy külön sajnos majd, hogy nem életképtelen államok alkotják Kelet-Közép-Európát, így erre nincs lehetőség, és ezzel egyébként a történelem folyamán mind nyugati, mind keleti nagyhatalmak éltek is, hogy kijátszanak minket egymás ellen. Most ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne lennének valós sérelmek, vagy például most eszembe jutott Bayer Zsoltnak egy cikke, aki a csíksomlyói búcsú után kirobbant botrányról azt találta írni, ugye mindenki ismeri a sztorit, hogy Novák Katalin kiposztolta Facebookra egy sort a székely himnuszból, és ugye a románok egyből elkezdtek hisztériázni, és a Bayer Zsolt írásának az volt a lényege, hát, hogy igazából a románok ezt nem is csinálták volna, csak ugye az amerikaiak oda szóltak nekik, hogy itt a békepárti Magyarország stabilitását, meg hogy a jó szomszédi viszony ott, oda legyen. Na jó, azért ilyen túlzásokba se kell esni, tehát azért a románokat nem kell biztatni. Tehát amikor egy olyan országról beszélünk, amelynek a történelem szemlélete és a modern román nemzeti identitás ugye mélyen magyar ellenes, tehát én láttam... Nem kell a szomszédba menni, nem kell, nem kell, nem kell. Tehát láttam ilyen román történelem könyveket, amelyeket a román gyerekek forgatnak. Ott a magyar államalapítás úgy szerepel, hogy Szent István a Tisza vonaláig alapított magyar államot. Tehát ezt ők így tanulják a mai napig. Tehát ez egy óriási probléma. Én erre ugye azt mondom, hogy hát ez valahol már nem a mi problémák, mert azért ezzel innen mi nem tudunk mit kezdeni. Az elvi lehetőséget fel kell kínálni mindenkinek, viszont hogyha ebből kifolyólag, hogy ezt ők nem értik meg, sérelem éri a magyarokat akár Erdélyben, akár máshol, nyilván az ellenekünk kőkeményen az eszközeinkhez mérten fel kell lépni, tehát amit itt fejtegetünk, ez nem arról szól, hogy erre hivatkozva mi félrenéznénk akkor, hogyha jogtalanság éri a magyarokat. Tehát azért ezt is nagyon fontos kihangsúlyozni, és azért mondom kvázi ilyen szájbarágosan, mert az elmúlt évtizedekben számtalanszor találkoztam már azzal, hogy ezt totálisan félreértik.
Tehát meg kell nézni tevékenységünket, de mindenkit, hogy azért a magyarok önrendelkezési jogáért ki kell állnunk, de azt is említettem, hogy mi is igazságtalannak éreznénk, hogyha a románokkal szembe történne esetleg egy ilyen, tehát hogy elveszünk minden jogukat, azért nyilván mi magyarok vagyunk. Tehát, hogy a magyarság Kárpát-medencei jogát, azt nem lehet elvitatni, meg a autonómiához való jogát, de egyébként valamilyen szinten egyik népnek se. Te hogy látod? Jutottál még szóhoz? Igazából én a V4-re térnék vissza ilyen téren. Mert ugye említetted, hogy ez jó koncepció lett volna, és hogy kihasználta mind a nyugati nagyhatalom, mind a keleti nagyhatalmak, hogy itt a kelet-közép-európai népeket így megpróbálták igazából hát így felosztani egymás között is, talán mondhatom ezt is. A lengyeleknek volt egy nagyon jó gondolatuk ezzel kapcsolatban, amikor az Intermariumot szerették volna megalakítani vagy megalapítani, és az szintén, hogyha minden igaz, nyugatról mondták azt, hogy ez így nem játszik, és hogy nem lehetséges ez, tehát hogy nem lehet az, hogy a balti államoktól és még Finnországtól elkezdve mondjuk így talán Görögországig bezárólag, így legyen egy nagyon erős és egy, hát mondhatom talán azt is, egy kicsit központosítottabb és egységes kelet-közép-európai érdekképviselet, amely tényleg a saját érdekeit képes érvényesíteni is, és képviselni is az európai és a világi porondon. Na most az, hogy a V4 ez megszűnt, és hát nem megszűnt, de igazából takaréklángon ég. Érdekel. Így ez kicsit megint háttérbe szorult, de szerintem egyébként ez lehetne egy kvázi jó megoldás, amit pont beszélgettem egy észbarátommal, aki az észnacionalista pártnak az egyik tagja, és ő volt azzal, hogy akkor mi hogy állunk ez a kérdéshez hozzá. Hát ez igazából nem rajtunk múlik, mert ugye, ahogy említettétek is, és sajnos tényleg ez a valóság, hogy nekünk sincsen túl nagy érdekérvényesítő erőnk, még Európában sem. Mondjuk ennek a jegelésnek legalább nézzük a pozitív oldalát, ameddig jegelben van, addig Izrael nem kerül be. Na és hogy mit lehet ugye kezdeni a környező országokkal? Mi egy kísérletet tettünk, tehát ezt az írásomat lefordítottuk több nyelvre, és szétküldtük a környező országok felé is, illetve úgy a környező országok felé, hogy az ott lévő szervezetek felé. A horvátokon kívül nem jött válasz erre. Egyedül ebbe a lapszámban, az említett folyóiratban van is egy horvát úriember, aki küldött írást. Tehát, hogy velük, illetve úgy gondolom a velüket, hogy ott van olyan személy vagy szervezet, akivel lehet közösen gondolkozni, le lehet ülni, de a többi országban úgy látjuk, hogy nem nagyon vagy... Volt korábban a Szlovák Testvériség nevű szervezet, amely egyébként egy soviniszta magyar ellenes szerveződésként indult, csak aztán volt ott egy szakadás, és ugye a Kotleba alapította meg a Mi Szlovákiánként néppártot, és akkor megmaradt a mozgalmi vonal. Ők pár évig, hát nem túl jelentős számmal, sajnos nem is túl nagy eredménye, képviselték még ezt a vonalat, hogy meg lehetett egyezni akár egy beszélgetés keretén belül, abban is, hogy ők készséggel elismerték, hogy Trianon a magyarok számára igazságtalan volt. Aztán lehetett tovább menni, hogy milyen közös problémáink vannak, de amennyire tudom, ők az elmúlt években már nem aktívak, tehát nincs tudomásom szerint ilyen szervezet Felvidéken, vagy nem túl jelentős. Romániában meg szerintem sosem volt. Hát az egy más szint. Hát szerintem most érdekesség, de talán a Kodreánuk körül, amikor ameddig élt még Kodreánu, az ő köreiben talán lehetett. Tehát olvasva az írásait, azért ott talán egyfajta megértés is, attól függetlenül a sovinizmussal át voltak ők is itatva, de ott vannak olyan magasabb rendű írások, ami feltételezi azt, hogy talán az értés az felviláglik, hogy ennek milyen leágazásai vannak jelenleg, mert vannak olyan gondolkodók, akik más filozófi irányból, de egyébként elfogadják akár a magyar gondolkodókat is, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy azért talán, de nagyon minimális. Tehát egy-egy személy jelenleg, azt lehet mondani, hogy a trianoni utódállamokból az egész Kárpát-medencében egy-egy személy az, akivel lehet így fölvenni a kapcsolatot, és ebben a irányból elgondolkozni.
De hogyha már a V4 felvetődött, akkor ne feltétlenül csak a Kárpát-medencében gondolkodjunk, nyilván ugye itt a lengyelek adrák magukat, jelen pillanatban azonban most az orosz-ukrán háború miatt elég terhelt a viszony, bár én úgy tudom, hogy ti voltatok ugye a varsói függetlenség meneten, és azért szó nem volt arról, hogy megszakítanátok a kapcsolatot, sőt, kifejezetten baráti maradt a továbbiakban is. Erről tudhatunk valamit? Így van. Ott a helyi szervezet, a Mlodzsesz Cseszpolszka meghívására mentünk ki Lengyelországba, és hát akkor már bőven tartott az akkori, vagy a mostani orosz-ukrán konfliktus, és meg is kérdeztük, hogy akkor nem lesz ebből baj, hogy akkor kiviszünk magyar zászlót, majd mit szó hozzá a lengyel társadalom, meg stb. És elmondták, hogy sok százezer lengyel nacionalistát igazából még mindig testvérnévként tekintenek ránk. És akkor volt egy következő kérdés azzal kapcsolatban, hogy akkor mi van, ha valaki kihoz egy ukrán zászlót és egy magyar zászló, nem lesz ebből konfliktus, mert azért mi is kicsit félbe mentünk ki. És akkor mondták, hogy ha véletlenül meglátnának egy ukrán zászlót, akkor elsőként tépnék ki a kezéből annak az embernek, hiszen ez nem, nem tudom, Ukrajna ünnepe volt, vagy nem annak volt az ünnepe, hogy akkor egy ilyen bandérista országot támogassanak, hanem tényleg csak lengyel zászlót, és még a magyar volt a másik, amit úgy képesek voltak eltűrni, vagy kvázi eltűrni, szívesen láttak a rendezvényükön. Úgyhogy ez mindenképpen egy pozitív csalódás volt, mert tényleg azt látjuk, és volt olyan érzésünk is egy kicsit, amikor kimentünk Varsóba, mert ugye Varsóban azt mondják, hogy ugye még mindig ilyen liberális polgármestere van, tehát a varsói Karácsony Gergely az ugyanúgy megvan sajnos. És láttunk bőven LMBTQ zászlót, már csak azért is, LMBTQ és ukrán zászlókat is, már csak azért is, hogy provokáljanak minket, de konfliktusmentesen sikerült a rendezvényt, vagy a rendezvényen részt venni, mind a lengyelek, mind a mi részünkről, és ez tényleg ez pozitívum volt, hogy a magyar zászlót azt szívesen mondták, hogy akkor nyugodtan, persze, vigyétek az első sorban, mert amúgy testvérnépek vagytok, most az, hogy van ilyen törésvonal, nem értünk egyet, előfordul, de az ukrán zászlót az továbbra is azt mondták, hogy nem tudják megérteni. Nagyon sok lengyel nacionalist és nagyon sok lengyel nem is tudja megérteni, hogy a lengyel kormány és a lengyel képviselők azok miért tudják támogatni azt az Ukrajnát, ami egy bandéraféle megemlékezést tesznek állami ünnepé. És ezzel kapcsolatban volt nem egy sajtótájékoztatók és felszólalások is. A Rupna Rodovinak is volt ezzel kapcsolatban egy sajtótájékoztatója, hogy nem képesek elhinni azt, hogy Lengyelország hogy tud támogatni egy ilyen államalakulatot, mert nem ismernek és nem tudnak talán egyetlen egy olyan lengyet se mondani, akinek nem veszítette volna el vagy az egész családját, vagy részben a családját, vagy gyermeket, vagy nagyszülőt, vagy valakit, vagy bárkit a bandéra korszak alatt. Egyébként nekünk tavaly ugye a Trianon felvonulásunk az ukrán nagykövetségtől indult, és előtte szinte egy lengyel delegációval voltunk együtt, és egyébként eljöttek volna ők is az ukrán nagykövetséghez, az ukránokkal szemben, de mivel hogy a helyszínen nagyon sok orosz párti is megjelent, ezért ők visszakoztak. Tehát, de csak azért, mert egyébként a médiában azt mondták, nem tudják eladni, hogyha orosz párti jelképekkel vannak ők lefotózva, nyilván ez érthető. De az viszont bajós, például a lengyeleket említve, hogy egy kritikátlan USA-báb szerepbe is beilleszkedtek. Tehát, hogy ők még több amerikai támaszpont, még több amerikai alakulat menjen oda hasonló ugye, Romániához. Tehát ez érthetetlen, és hogy itt tényleg azt kellene, oda tudunk visszajukadni, hogy nem kellene senkit érdekelni, mit mond az USA, mit mond egyébként Oroszország, megcsinálni a közép-kelet-európai összefogást. Ja, egyébként ez egy ideális álláspont. Igen, egyébként egyik félnek sem tetszen ez. Tehát csak jelenleg ugye sajnos az USA gyarmatai vagyunk, azt is ki kell mondani. Hát abszolút, abszolút. De még azt is szerintem mondjuk el, hogy mi, legalábbis én a saját nevemben beszélve, meg a 60 év ármi ifjúsági mozgalom nevében, mi amúgy idealisták vagyunk olyan értelemben, hogy mi nem vagyunk egy párt, nem gyűjtünk szavazókat, minket nem érdekel, milyen hozzászólások születnek a videóink alatt, meg a cikkeink alatt. Mi próbálunk egy idealitást felvázolni, aztán vagy sikerül megvalósítani, vagy nem. Vagy tudunk lépéseket tenni afelé, vagy nem. De az biztos, hogy
hogy ezt a jogunkat nem szeretnénk, ha elvitatnák. Tehát, hogy mi ezt a kis hitűséget nem tudjuk elhinni. Ne is beszéljünk erről, mert semmi értelme, nincs realitása, úgyhogy hagyjuk. Különben is, hát annak van realitása, amit mi hozzá teszünk. Tehát, hogy eleget, meg elegen dolgozunk, meg nagy erőket tudunk megmozgatni, az úgy érdekében, akkor ez idő után realitás lesz. Tehát, hogy igenis, én erre buzdítok mindenkit, hogy gondolkozzunk tökéletes megoldásokban, ideákban gondolkozzunk, és próbáljuk őket megvalósítani, és aztán jutunk, ameddig jutunk. Ezzel tökéletesen egyetértek, hogy ideákban kell gondolkoznunk, az ideáknak kell, hogy adják nekünk akár az aktuál politikai cselekvéseknek az alapjait, és különben semmi értelme nincs a közpolitikának, hogyha mögötte nincsen egyfajta eszmeiség, egy szilárd eszmeiség, hát látjuk a politikai paletta többi részét, hogy nincs ilyen, és hogy milyen, mivé vált, tehát abszolút egy ilyen technokrata, szélkakas módjára jobbra-balra forgó figurákról beszélünk, ez óriási tragédiája ennek az országnak, hogy az elmúlt 30 évben ilyen a politikai idézőjeles elitünk, mert azért ezt elitnek nevezni nem igazából lehetne. Mielőtt átadnánk a szót a kérdéseknek, egy-egy záró gondolatra kérnélek titeket, bár a te előbbi gondolatmeneted már kis ilyen jellegűvé vált, de mégis egyfajta záró gondolattal próbáljuk meg útra bocsájtani a kedves hallgatókat. Most kezdeném én, nagyon rövid leszek, ha már itt fölmerült a pozsonyi csata, akkor annak a szellemiségét kellene nekünk aktualizálni és Trianonra rávetíteni. Tehát nem a sírva vigada magyar mentalitást kell magunkban tovább táplálni, és ellene kell lennünk annak a narratívának is, hogy például 56 kapcsán is ugye szokták mondani, hogy a Dávid és Góliát harca, a kis elnyomott, szerencsétlen nép fölkelt, de aztán leverettetett, és ezt felejtsük el, hanem fókuszáljunk arra a magyar erőre, amely 1100 éven keresztül megtartott minket itt a Kárpát-medencében. Ilyen körülmények között egyébként nem biztos, hogy sok nemzet itt élne még a Kárpát-medencében, és hogyha ez megvan bennünk, és egyre inkább megvan mindannyiunkban, akkor optimistán kell, hogy nézzünk a jövőbe, és van jövőnk itt a Kárpát-medencében, és nem megmásíthatatlan Trianon sem, csak ezt a fajta gondolkodásmódbeli váltást meg kell tennünk. Nyilván ehhez az kellene, hogy mi gyakoroljuk a közhatalmat, mert akkor ehhez mérten oktatási és egyéb felvilágosító munkával föl lehetne ébreszteni az egész nemzetben ezt a szellemiséget, de ameddig ez nem jön el, addig mindenkinek, akinek hatása van a saját környezetére, saját szervezetében, saját bajtársai körében, ezt a fajta gondolkodásmódot, mentalitást próbálja meg megjeleníteni, mert higgyétek el, hogy ha ez tömegeiben megjelenik, akkor lesz változás. Én ebben hiszek. Akkor most te. Hát én egy kicsit gyakorlatilasabbá tenném ezt az egészet. Azzal kapcsolatban szeretném az ifjúság figyelmét fölhívni, valamint a tisztelt publikum figyelmét is felhívni, hogy felejtsük el igazából, hogy a tévé által generált celebeket és a Fekete Vágót, meg a GVM-et, meg a hasonló életüket kövessük, és tudjuk, hogy azoknak mik voltak az aktuális történései a való világban, meg hasonlók, és próbáljuk meg elfelejteni, próbáljuk meg kicsit kiszakadni egyébként a TikTok világából is, és nézzünk utána például annak, vagy próbáljuk meg Vasolbertet, Julius Évulát, vagy Csia Sándort olvasni, hogy kicsit próbáljuk meg szellemileg felülkerekedni azokon az embereken, akik nem eszerint élnek, és próbáljuk meg a társainkat is, vagy barátokat, vagy ismerősöket szintén erre sarkalni, hogy legyen meg egy jó szellemi alapanyaga az új generációnak. Én még itt azt a gondolatmenetet ragadnám meg, hogy odatérnék vissza, még nem hozott el konkrétum, tehát hogy mi az, ami összeköt minket itt a Kárpát-medencével. Tehát egyrészt azonos a vallásunk, jó, hogy valaki ortodox, meg egyéb keresztény felekezetek, de hogy keresztény alapokon nyugszik, és keresztény vallású többségében ugye az összes ország, illetve azonos a rasszunk, tehát fehér európit rasszú országokról beszélünk, és ez mind a kettő már önmagában olyan tényező, ami veszélyben forog. És miért forog veszélyben? Mert ugye van bevándorlás,
ez minden országot előbb-utóbb így vagy úgy érint. Van kivándorlás is amúgy, tehát hogy nyugatra mennek a bőségesebb fizetésért a fiatalok. Illetve támadják ugye azokat a keresztény értékeket, amik megtartották ezt az apostoli magyar birodalmat, és valamilyen szinten megtartják őket is, társadalmi struktúrákat. Ezeket akarják lerombolni, például LMBTQ, vók, stb. Tehát egy olyan probléma halmazzal állunk szembe, amivel egységesen kéne tudnunk fellépni, de még olyan kérdéseket is felvethetünk, ami közösen sújt minket, mint akár a cigánybűnözés és a óriási cigány népszaporulat. És itt hát Kelet-Európában vannak igen. A legnagyobb számban. Igen, tehát ez mind felvidéken, mind Erdélyben egy hatalmas probléma. És ez is arra sarkal minket, hogy összefogjunk ezekben az országokban, vagy ezeket az országokat összefogjuk. És hogyha azt nézzük, most ez közhelyesen hangzik, de hogyha azt nézzük, hogy mi fog minket össze, mi tart minket össze, akkor rájövünk, hogy jóval több a közös, mint amennyi ellentét van. Úgyhogy egyrészt ezt magunkban szerintem tisztázzuk, és hogyha mi magunkban tisztáztuk ezt, akkor elkezdhetjük hirdetni a Kárpát-medencében.